Kedves hallgatók! Elérkeztünk a harmadik előadáshoz, ami az elektromágnesességtan történetéről szól, és eljutunk a 19. században a klasszikus elektrodinamika csúcsához. Ennek az előzménye az elektromos áram felfedezése volt, amivel végződött az előző előadás, és az elektromos áram felfedezése az hirtelen berobbantotta a dolgokat. Ugye Volta az 1800-as évek elején fedezi föl a Volta oszlopot, elterjednek az alkalmazások, és hirtelen nagyon sok új dolgot ismernek meg a kutatók ebben a témában. A legelső fontos felfedezés az az áram mágneses terének a megismerése volt. Sokáig azt hitték, hogy az elektromosságnak és a mágnesességnek nincs köze egymáshoz, csak hát véletlenül hasonló jelenségek, vonzás, taszítás, pólusok, van némi hasonlóság a kettő között, de nem látszott, hogy közvetlen kapcsolat lenne a két jelenségcsoport között. Egészen 1819-ig, amikor Hans Christian Ørsted felfedezte, hogy az áramnak van mágneses tere. Na most egyes könyvek 1819-et, mások 1820-at jelölnek meg a felfedezés idejének. Ma tudjuk, hogy 1819-ben felfedezte és 1820-ban publikálta ezt a jelenséget. A jelenség, a felfedezés egy véletlennek köszönhető, egy egyetemi előadáson Ørsted, aki egyetemi tanár volt, azt akarta bemutatni, hogy nincs kapcsolat az elektromos és mágneses jelenségek között, és elkészítette a legerősebb Volta oszlopot, amit csak tudott, és azzal nagyon erős áramot hajtott át egy huzalon, és mondta a hallgatóinak, hogy a huzal mellé elhelyezett egy iránytűt, egy könnyen fordítható iránytűt, és azt mondta, hogy kedves hallgatóim, nézzetek csak ide, még ha a legerősebb áramot engedem át a huzalon, akkor sem mozdul meg az iránytű. Ha? És az iránytű megmozdult. A hallgatók nyilván nagyot nevettek rajta, és aztán ez volt egy felfedezés, egy egyetemi előadás közben. Hát a tudomány történet tele van ilyen vicces jelenséggel, amelyre sajnos nincs időn kitérni ebben az előadásban, csak néha utalok erre. Ørsted eleinte azt hitte, hogy lényeges szerepe van annak, hogy a huzal izzott ilyenkor. Olyan erős áram folyt a huzalban, hogy az áram mágneses, az áram hőhatása izzásig hevítette azt a huzalt, és eleinte Ørsted azt hitte, hogy valahogy ez a fény közvetíti a kölcsönhatást az áram és az iránytű között. Persze, mert ha gyenge volt az áram, gyenge volt a mágneses tér, nem fordult az iránytű, de ekkor a huzal nem izzott. Aztán később Ørsted tisztázza, hogy a fénynek csak véletlen megjelenése van ebben az esetben, és rájön, hogy valójában egész egyszerűen az áram mágneses teret kelt fény nélkül is. Ørstednél említsük meg, hogy elsőként állít elő például fém alumíniumot, tehát nagyon sok egyéb tudományos eredménye is van. Csak az áram mágneses tere az gyenge, és vagy nagyon erős áram kell, vagy sok drótot kell egymás mellé egy irányba föltekercselni, hogy összeadódjék a mágneses terük. Ezzel kapcsolatos, hogy egy éven belül a felfedezés után, még 1820-ban egy Bio és egy Savart nevű francia kutatópáros számszerű törvényt adott arra, hogy hogyan keletkeznek a mágneses terek a drótok körül. Ezt nem írnám föl, ezt a törvényt, mert ehhez már ilyen mindenféle integrálok meg ilyenek kellenek, amiknek a tudása nem biztos, hogy rendelkezésre áll a hallgatóságnak, és most a fizika történet órán nem is lényeges ez. Az a lényeg, hogy megadtak egy törvényt egy éven belül arra, a felfedezés után, hogy ha megadjuk az áramok irányát, nagyságát, akkor a tér tetszőleges pontjában ez milyen mágneses teret kelt. Laplace is besegített nekik, ugye az ő neve már az elektromosságtan egyenleténél, sőt a bolygómozgásnál is fölbukkant, a világtörténelem egyik legnagyobb matematikusa Laplace. Szóval Laplace
segített Bionnak és Savartnak, hogy pontos matematikai formába öntsék a törvényüket, és úgy jött el, úgy nézett ki, hogy a mágneses tér úgy viselkedik egy kicsit, mint az elektromos tér, csak a mágneses teret nem nyugvó, hanem mozgó töltések keltik, és hogyha itt van egy kis vezetékdarab, egy elemi hosszúságú vezetékdarab, akkor ennek a környékén keletkező mágneses térre egy kicsit a Coulomb törvényre hasonlító törvényt tudtak fölírni. Konkrét matematikai formula meghaladná a fizika történet óra kereteit. Az a jelentőség ennek a törvénynek, hogy tetszőleges alakú vezeték által keltett mágneses teret ki lehetett számolni. És nekiálltak például tekercseket tervezni, amit ma is ismerhetünk, hogy így föltekernek tekercset, mert akkor benne az áram egymás melletti drótokba egy irányba folyik, és összeadódik a mágneses terük, és ilyen módon erősebb mágneses tér hozható létre. Hatalmas robbanás volt. Még 1820-ban egy André-Marie Ampère nevű fizikus felfedezi, hogy az áramjárta vezetők erőhatást gyakorolnak egymással. Ha egyirányú az áram, akkor vonzák, ha ellentétes irányú az áram, akkor taszítják egymást. Ezek a vezetők, ahogy itt ezen az ábra páron láthatjuk. És Ampère egyből megadja a számszerű törvényt is, nagyon helyesen leírva ezt a dolgot. Ez elképesztően fontos volt a továbbfejlődéshez, mert összekötötte erőméréssel az áramerősségmérést. Ez tette lehetővé, hogy pontos áram- és feszültségmérőket, mai szóval ampermérőket és voltmérőket, ugye itt a kutatók nevei bukkannak föl a későbbi elnevezésben, tehát pontos áramerősség- és feszültségmérőket tudtak azáltal létrehozni, hogy az Ampère-féle törvény miatt összekötötték erőméréssel ezt a dolgot. És ez egy nagy robbanást hozott a felfedezésekben. Ugyanis például, hogyha tudunk áramerősséget mérni, azt beszorozzuk az idővel, akkor már a töltést is tudjuk mérni pontosan, ami ugye gond volt Coulombék esetén a töltésnek a mérése. A mai napig is az áramerősségnek az SI rendszerbeli definíciója a következő. 1 amper azon párhuzamos vezetékekben folyó áramerőssége, melyek egymástól 1 méterre helyezkednek el, tehát itt ez 1 méter, és méterenként 4 pi x 10⁻⁷ newton erővel hatnak egymásra. Akkor lesz 1 amper itt az áramerősség a vezetékekben. Itt látszik ebből a definícióból is, hogy erőméréssel kötik össze az áramerősségmérést, és onnantól kezdve már az összes elektromos berendezés fölépíthető. Már ez önmagában nagy eredmény volt, de nem állt meg. 10 éven belül, tehát 11 év múlva, 1831-ben Michael Faraday felfedezi az indukciónak a jelenségét, és Faradaynek a képét egy 20 fontos bankjegyről mutatom be, mutatván azt, hogy az angolok egy kicsit jobban megbecsülik a tudósaikat. Ugye a 20 fontos bankjegy az elég nagy értékű bankjegy. Nem azt mondom, hogy a mi bankjegyeinken ilyen királyok meg költők vannak rajta, hogy az a baj van ezzel a dologgal, de azért legalább egy tudósunk, mondjuk Ötvös Lóránd odaférne az egyik bankjegyünkre. Zárójel bezárva, de még itt maradva, itt a bankjegyen, itt egy ilyen elektromos gép, valószínű egy ilyen, ami indukciós áramgenerátor található, hát ebből a felbontásból nem található ki pontosan, valamint Faraday itt nagy közönség előtt beszél, mert Faraday amúgy a tudomány népszerűsítésben is nagyon komoly erőfeszítéseket tett, tehát hogy a széles publikumnak is mutatott kísérleti bemutatókat, mint ahogy ma is mondjuk a kutatók éjszakáján tesszük, szóval Faraday már ezt az 1800-as években csinálta. Na szóval mi is ez az indukció? Forradalmi jelentőségi dolog. A lényege, hogy változó mágneses tér elektromos teret kelt. Ez többféle módon megvalósulhat. Az egyik, egy tekercsben kibetologatott mágnesrúd a tekercsben feszültséget ébreszt. Vagy a másik, ami itt látszik,
Itt van egy nagy tekercs, ez a B tekercs, és az A tekercset kibetologatja a B tekercs belsejébe, az A tekercsen az itteni áramgenerátor áramot hajt át, tehát ez az A tekercs mágneses teret hoz létre, ha ezt mozgatják, akkor a B tekercsbe feszültség keletkezik, és itt ezen a feszültségmérőn észlelhető. Tehát mozgó mágnes, legyen az állandó mágnes vagy elektromágnes, egy másik tekercsben áramot generál. Vagy ha itt csak megszaggatják a mágneses teret, tehát nem mozgatják a tekercset, hanem álló tekercsbe változtatják az áramerősséget, az is feszültséget generál ebbe a nagy tekercsben. Ez nagyon-nagyon fontos volt, mert ez alapján mozgásból elektromos áram állítható elő. Ez a mai erőműveknek az alapja. Ugyanis mozgási energiából sokkal többet tudok előállítani, legyen az vízerőmű, vagy egy mai atomerőmű, vagy bármi, mindegyiknél végül is forog egy kerék, az a kerék mágneses teret változtat, és az állítja elő azt az áramot, ami a áramszolgáltatókon keresztül eljut hozzánk. De ez az elve a bicikli dinamónak is, és az összes komoly áramforrásnak. Faraday tervezés épít is ilyen elektromos generátort, de ez még nem alkalmas igazán nagy teljesítménynek a leadására. Itt majd bejön a képbe, a következő előadásban említjük majd meg Jedlik Ányosnak a szerepét. De egyelőre maradva az elmélet fejlődésénél, Faraday rájön erre, és rájön a nagy jelentőségére, ugyanis bár Volta oszlopból is jelentős energia vehető ki, de sok nagyságrenddel több energiát remélhetünk a generátorokból, amik egy mechanikai energiát, mondjuk lezúduló vízenergiáját folytonosan alakítják elektromos energiává. Faradaynek még egyéb eredménye is voltak, néhányat felsorolva ezek közül, rájön, hogy nem csak a vas reagál a mágneses térre, hanem többé-kevésbé minden más anyag, és ennek több fajtája is van, a para és a diamágnesesség is van a ferromágnesesség mellett. Ezek sokkal gyengébb hatások, mint a mágnes és a mágnes-vas közötti hatás, de azért kimérhető. Faraday alkotja meg a Faraday kalitkát. Azt mondja, hogy ha kellően sűrű ráccsal beborítunk egy ketrecet, akkor annak a ketrecnek a belsejében leárnyékoljuk a külső elektromos teret. Tehát ez elég béna rajz lett, de azért talán látszik, hogy mi ez. Ennek a belsejében a külső elektromos terek nem zavarnak. Ez egyrészt még tökéletesebb villámhárító, másrészt meg a mérés technikához nagyon fontos, hogyha úgy akarunk mérni, hogy ne zavarjanak a külső terek, akkor egy ilyen Faraday kalitkában kell mérnünk. Érdekesség, több száz kilométeres körzetben a legnagyobb Faraday kalitka itt van az egyetemünkön. Itt van egy elektromágneses hullámokat vizsgáló laboratórium, ahol például mobiltelefonokat vizsgálnak, egy szobaméret, egy kisebb teremméretű Faraday kalitkába viszik be az eszközöket, hogy a külső elektromos és mágneses terek ne zavarják az ottani méréseket. Nos, aztán Faraday felfedezi, hogy a fény polarizációs síkja elfordul a mágneses térben. Ez alapján megsejti, hogy a fénynek van köze az elektromossághoz. Az elektrolízist vizsgálja, tehát az elektromossággal történő vízbontást, illetve a galvanizálást. Ő írja fel az ezt leíró alaptörvényt, amire időhiányában nem térünk ki. És ő szakít a mágneses és elektromos folyadék ötletével, azt mondja, hogy valahogy a környező tér torzul, és bevezeti az elektromos és mágneses tereknek a fogalmát Faraday. Kicsit hasonló, mint a gravitációs tér. És megsejti, hogy kell, hogy létezzenek elektromágneses hullámok. És erre őneki már nincs ideje, valószínűleg ha tovább élt volna, megtudta volna az elektromágneses hullámok ő maga is ismerni. Ehelyett egy tanítványa, James Clerk Maxwell folytatja a munkáit, és fedez fel nagyon-nagyon sok dolgot. Itt van fiatal korában,
amikor aktívan fölírta a mindjárt tárgyalt Maxwell egyenleteket, itt pedig idősebb korában feleséggel és kutyával. Kevés időnk van ilyesmire, itt hadd jegyezzek meg valamit. Korábban egyik előadásban kitértem például, hogy Galilei milyen kellemetlen ember volt, mindenkivel kötözködött, meg minden. Azért mondtam el azt akkor, mert ennek szerepe volt a Galilei perben. Szegény Galileit nem akarom én nagyon szidni. Hát mindannyian különbözőek vagyunk. Szóval némelyik tudós eléggé kiállhatatlan természetű volt, mondjuk Galilei, de azért Newton se volt egy semmi csóka, ő is elég magának való volt. Ezzel szemben Maxwell pedig egy nagyon kedves ember volt. Ő is, mint Faraday, nagyon sokat adott a tudomány népszerűsítésre is, de maga jótékonysági egyletekbe is ment szegényeket segíteni, és karitatív tevékenységet is ellátott, és példás, nyugodt családi életet élt, csak erről nehezebb cikkeket írni, mint a botrányokról, úgyhogy azért őróla ilyen értelemben nem szoktak megemlékezni, de rögzítsük azt, hogy a fizikusok között is voltak normálisak. Na de visszatérve a Maxwell egyenletekre, James Clerk Maxwell 1864-ben publikálja a Maxwell egyenleteket, ami összegzi az összes addigi tudást az elektromos és mágneses terekkel kapcsolatban, és egy icipici, de nagy jelentőségű hozzátételt is hozzáfűz ehhez. Mai alakban írom föl itt, Maxwell egy kicsit bonyolultabb jelölésrendszert használt, és hát, hogy mik ezek a elsőbségadás kötelező táblák, azt valószínűleg a hallgatóság nagy része nem tudja. Annyit jegyezünk meg, hogy ez valahogyan a mögötte levő mennyiségnek, jelen esetben az elektromos térnek a térbeli deriváltjaival kapcsolatos, hogy XY meg Z irányú deriváltak valamilyen kombinációja. Ugye itt a matematikai részleteket nem firtatjuk fizikatörténet órán, de a jelentését azt firtatjuk ezeknek a dolgoknak. Szóval az első Maxwell egyenlet azt mondja, hogy az elektromos teret az elektromos töltések keltik. Ez számszerűen is leírja. Az epsilon 0 egy univerzális állandó, rho a töltés sűrűség, és valahogyan valami trükkös matematikai deriválgatás, integrálgatással, ha megadjuk, hogy hogy osszanak el a töltések a térbe, meg tudjuk az elektromos teret határozni. Pontosabban az elektromos térnek az egyik jellemzőjét meg tudjuk határozni, az elektromos térnek ezt a derivált kombinációját. Az a lényeg, azt jelenti az első egyenlet, hogy a töltések elektromos teret keltenek. A második egyenlet, amit Laplace, Poisson és Gauss is fölírtak, nincs mágneses töltés. Mágnesből mindig csak pozitív, északi meg déli pólus egyszerre lép fel, párosan. Aztán Faradaynek az indukciós törvénye van ebbe az egyenletbe tömören összefoglalva. Ez azt jelenti, hogyha a mágneses térerősség változik, dB per dt, az idő szerinti deriváltja a mágneses térnek, az örvénylő elektromos teret kelt. Fogadjuk el, most ezeket nem megyünk a részletekbe, tehát változó mágneses tér elektromos teret ébreszt. Valamint Ampere törvénye idáig, az elektromos áram sűrűség, a J, beszorozva egy univerzális állandóval, a mű nullal, az örvénylő mágneses teret kelt a vezeték körül. Idáig tartott az elődök munkája, és Maxwell ezt a tagot hozzátette az egyenletekhez, mert kiderült, hogy ha ez a tag nem lenne ott, akkor sérülne a töltés megmaradás. Addig nyűhűrészte az egyenleteket, amíg kijött belőle, hogy kell ez a tag ide, tisztán matematikai okból, hogy a töltés megmaradás igaz legyen. Teljesen elmélet úton bevezette ezt a tagot, ami fizikailag azt írja le, hogy változó elektromos tér, dE per dt, az örvénylő mágneses teret kelt. A változó elektromos tér olyan hatású, mintha áram lenne. Ezért ezt a tagot, a Maxwell-féle tagot eltolási áramnak nevezzük. Az elektromos tér változása is olyan hatású, mintha mágneses tér
és olyan hatású, mint az áram, tehát mágneses teret kelt. Szóval leírta ezeket a tagokat, és a következőt mondta. Ezt a másfajta indukciót, a DE per DT-t, velorányosat, azért nem fedeztük fel eddig, mert ennek a két állandónak nagyon pici a számszerű értéke, és nagyon nehéz olyan gyorsan változó elektromos teret létrehozni, DE per DT nagy legyen, hogy ennek jelentős legyen a hatása. Ez az eltolási áramtag elméleti, matematikai tikitakiból jött ki, az a jelentés, hogy változó elektromos tér mágneses teret kelt, közvetlenül nehezen mutatható ki, viszont egy nagyon fontos következménye van, ugyanis ez azt jelenti, hogy változó elektromos tér változó mágneses teret kelt, az újra változó elektromos teret kelt, és a többi, így egymást keltik a változó elektromos és mágneses terek, és végül kialakul az elektromágneses hullám. Amit ugye Maxwell mestere, Faraday már megsejtett, de Maxwell igazolta is. Először is igazolta elméleti úton. Kiszámolta, hogy ez az elektromágneses hullám matematikailag 1 per gyök μ0-szor epsilon-null sebességgel kell, hogy terjedjen. Most ez a μ0 meg az epsilon-null, ez itt az elektromos és mágneses terek keltésében fölbukkanó univerzális állandó, aminek láthatólag első körben úgy tűnik, hogy nincs köze a fényhez, de mégis amikor kiszámolja ezt az 1 per gyök μ0 epsilon nullát, akkor mérési hibán belül kiadódik a fénysebesség 3×18 méter per szekundon. Tehát az elméletben felfedezett elektromágneses hullámok épp a fénysebességével terjednek. Ugye 1864-ben írja föl Maxwell ezt, ezekben az években végzi Fizeau és Foucault a korszakalkotó mérés sorozatait a fénysebesség mérésére, hogy azt a múltkoriban tanultuk. És vannak más kísérleti bizonyítékok, ugye például Faraday felfedezése, hogy az erős mágneses tér hatással van a fényre, és levonja a konklúziót Maxwell, hogy a fény elektromágneses hullám. Hogy ezt jobban megértsük, ilyen morcka rajzokat szeretnék bemutatni. Az egyenletei, tehát azt mondják Maxwellnek, hogyha létrehozunk mondjuk egy gyorsan változó elektromos teret valahol, például ide teszünk két fémlemezt, azokra feszültséget kötünk, és gyorsan változtatjuk a pozitív-negatív polaritást fölle, akkor egy gyorsan változó elektromos tér alakul ki, az maga körül gyorsan változó mágneses teret hoz létre, de ez a gyorsan változó mágneses tér elektromos teret kelt, és a többi, a két indukció ide-oda passzolgatva az energiát az elektromos és a mágneses terek között végül is egy elszaladó hullám jellegű megoldást jelent. Ennek a legtisztább formája a szinuszos elektromágneses hullám, ami például az egyszínű fény esetén valósul meg, akkor, hogyha jobbra halad a fény, itt láthatjuk ezt a nyilat, akkor rá merőleges irányú elektromos és mágneses tér szépen szinuszosan változik, ahogy ez megy. Nos, az elektromágneses hullámok aztán nagy pályafutást futnak be. Láttuk, Faraday sejtette, Maxwell megadta elméletileg a leírást, és szinte biztos volt, hogy a fény elektromágneses hullám, de közvetlen bizonyíték nagyon sokáig nem volt erre, ugyanis azt ki lehetett számolni, hogy a fény az kb. 10^14 Hz frekvenciájú, viszont ilyen gyorsan változó elektromos és mágneses teret nem tudtak létrehozni. Na itt jött az, és egy kicsit talán fura, hogy itt belassult az 1864-es elméleti eredmény után, 2 évtizedet kellett várni arra, hogy valakinek, név szerint Henrik Hertznek eszébe jusson, hogy de gyerekek, ez működik kisebb frekvenciával is, és 1886-ban Henrik Hertz egyetemi demonstrációs kísérletben megvalósította a rádióhullámok előállítását, tehát az elnevezés utólag jön. Az a lényeg, hogy azt mondta, hogy Maxwell elmélete alacsonyabb frekvencián is igaz. Én elő tudok olyan 100 000–1 000 000 Hz környéki frekvenciát állítani, most hirtelen nem tudom, hogy pont 100 000 vagy
Hogy az 1 millió hercet elérte, azt nem tudom, de ilyen sok ezer herces frekvenciát el tudott érni, és kimutatta, hogy ez is C-sebességű hullámokat keltett. Mindjárt meglátjuk a berendezésének a lényegét, jobban látjuk, de a lényeg az az, ami ezen az ábrán van, hogy gyorsan változó elektromos teret hozott létre, ami mágneses teret keltett, illetve elektromágneses hullámot végül is. Ez lesz, ez a rádióhullámok felfedezése az 1886-os évben, és pillanatokon belül elterjed, de ez már inkább technika történet, és megvalósítják különböző emberek a rádiózást először csak morzejelek továbbításával, később hangtovábbítással, mára meg ez a vezeték nélküli távközlésnek az alapja. Nos, Hertznek az eredeti berendezésének a vázatát itt láthatjuk a bal oldalon. Itt vannak az elemek, ugye az elemek áramköri rajza a volta oszlopnak a stilizált rajza. Itt egy kapcsolóval meg tudja szaggatni az áramot. Ez a kikapcsolója, rosszul mondtam, ez a megszaggató, amivel meg tudja szaggatni az áramot. Ez a megszaggatott áram ebbe a primer tekercsbe változó áramot hoz létre, az változó mágneses teret hoz létre, ami változó feszültséget generál be a másodlagos tekercsbe, csak a tekercs menetszámokkal beállítva, hogy sokkal nagyobb feszültséget hoznak létre, mint az eredetiben. És végül is ezen két gömböcske között megvalósul ez a nagy feszültségű, nagy elektromos tér, nagy feszültségi, nagy frekvenciájú elektromos tér, és innen szaladnak ki az elektromágneses hullámok, amiket egy hasonlóval lehet érzékelni, ez egy ilyen körbehajtott antenna egy kis légréssel, és ebben a gyűrűben indikálódik feszültség és áram, amit meg lehet mérni. Ez a jobboldali rajz, ez két ilyen parabolikus tükör, ilyen paraván méretű tükrök, amivel terelgette az elektromágneses hullámokat, ugyanis herc elektromágneses hullámai a több méter nagyságrendbe estek a hullámhosszuk, és azért ilyen nagy objektumokkal lehetett terelgetni. Egy érdekesség, eleinte itt a két gömböcske között a nagy feszültség átugró szikrákat is eredményezett, és ezért régen szikratávirónak nevezték ezeket, amik először csak tititátá, tehát morzejelek továbbítására voltak alkalmasak. És akkor itt berobban az elektromágnesességtan, ami már inkább technika történet, itt csak felsorolásként említem meg az 1800-as évek vége, 1900-as évek elejé legfontosabb eredményeket. Ugye Jedlikányos, akiről majd beszélünk rövidesen, az öngerjesztéses dinamót alkotja meg, elsőként készít villanymotort, nagyon jó berendezéseket állít elő nagy feszültséggenerálásra. Aztán Edison-t szokták innen emlegetni, aki sokat fejleszt a távíróokon, az izzólámpát hozzákötik, itt ugye nagyon sok zűr van, technika történet, nem ő fedezte föl, de ő valamit hozzátett, és a többi, és a többi. Fejlett mikrofonok, az első erőműveket hozza létre, egyenáramú áramszolgáltatást épít ki. De aztán kiderül, hogy a váltóáramú áramszolgáltatás sokkal jobb, ez Teslának és Westinghouse-nak a nevéhez fűződik. Na, ezekről is órákat lehetne beszélni, de ez már nem annyira fizika, mint inkább technika történet. Westinghouse és Tesla rakják le azt, amiből kinő a mai elektromos ellátóhálózat. Aztán magyar kutatók, Déri Blát és Cipernowski nagyon hatékony transformátort terveznek, ami képes ipari méretű áramokat transformálni, ez a távvezetékekhez nagyon fontos. Aztán egymástól független a világ minden részén foglalkoznak a rádiózással, és nemzeti érzelmektől függően sokan ezt hol olasz, hol szerb, hol orosz felfedezésnek tartják, attól függ, hogy Marconi, Teslát vagy Popovot tartják a rádiózás felfedezőjének. Az igazság az, hogy mindannyian a felfedezői, sokszor egymásról nem is tudva
hasonló dolgokat dolgoztak ki, mert megérett rá az idő. Aztán Siemens és Kandó Kálmán villanymozdonyt épít, és pont-pont-pont elindul az a dolog, ami a mai informatikai távközlési világnak az alapja. De visszatérve az elmélethez. A 19. század végén azt hitték, hogy mindent tudunk az elektromosságtanról, csak néhány értelmezési probléma marad. Ugyanis azt gondolták, hogy az elektromos és mágneses terek azok az éter nevű finom anyagnak a torzulásai, az elektromos tér az éternek az összenyomódása, a mágneses tér az pedig a megtekeredése, az elektromágneses hullám pedig az éternek a hullámszerű az éterbeli hullámok tovaterjedése. Szóval, de mi is ez az éter, amilyen jelentős hatásokkal bír, de nem akadályozza a bolygók mozgását és a többi? Létezik-e abszolút vonatkoztatási rendszer? Mihez képest terjed a fény fénysebességgel? Emlékezünk, a fénysebességes előadás itt ért véget. Mert itt összekötődik minden, az optika, az elektromosságtan, a vonatkoztatási rendszerek, minden összejön. Ugye tanultuk, hogy nem sikerül kimutatni a Föld mozgását az éterhez képest. Ezt majd a relativitás elmélet fogja megoldani, amit rövidesen tárgyalni fogunk, a relativitás elméletet, de látjuk, hogy itt milyen szépen összecsatolódik minden, optika, mechanika, elektromosságtan egy pontba fut össze az 1800-as évek végén. Hatalmas technikai eredmények vannak, de az elméletben van egy nagy bizonytalanság az éter kapcsán. Hát, majd folytatjuk a relativitás elméletben. Köszönöm a figyelmet!